marad. Helyedre. Helyedre. Marad. Nézzen, tanuljál. Legközelebb te mondod. Hát igen, a forgatásokat néha nehezen viselik a nézőközönség. Remélem, ti jobban bírjátok a tévé előtt, mert unja. No, hoztam nektek egy 2010-es fehéret. Ne tévesszem meg senkit, hogy az előző autó is fehér volt, és ez is fehér. Semmilyen Coca-Cola kampány része nem vagyunk, nem húzunk se az egyik oldalra, se a másik oldalra. Egyszerűen most fehér autók jöttek, és a fal is fehér. Na, visszatérve az autóra, ő egy picit átalakított, picit megfűszerezett, de még mindig nagyon szépen gyárinak meghagyott 2010-es 3,7 literes automataváltós, póni felszereltségű, vaj belsős Ford Mustang, aminek olyan szépen világít a lámpája, hogy be is kapcsoltam. Semmilyen mattulás nincs az első fényszórókon, azért ugye ez a fényszóró 2010-ből most már 2020 van, azért elő szokott fordulni, hogy bemattulgat, semmi nem látszik rajta, erre is gondoltam, hogy felkapcsolom és dicsekszem vele, hogy semmilyen mattulás nincs rajta. Fehér helyzetjelzőnk is van, ami az európai normához ugye kötelező fehér színű helyzetjelző, sárga színű index, és ha szenonos lenne az autónk, de nem az, akkor szenonmosó, tehát itt erre nincs szükség. Az egész szép autónk fehérben pompázik, és ez a fehér szín nagyjából mindenhol elkísér minket, egészen a belsejéig. Az elejét ugye nagyjából elmondtam, az előbb van egy nagy Mustang grillünk, van szép fakulásmentes lámpánk, fehér helyzetjelzőnk, és szép fehérbe pompázunk, géptetőnk is teljesen egyszerű, de mégis már a púpos géptető. Szaladjunk az oldalára, és púposkodjunk ott is. Az autónk oldala továbbra is az egyszerűség és a letisztultság jegyében mutatkozik. Fehér színünk van, szép kis oldalán futó matricával, egy fekete küszöbbel, egy fekete tükörrel, egy 17-es gyári Mustang felnivel, ami azért jó, azért szoktam ugye ezt mindig kihangsúlyozni, mert ezek az autók utálják a rossz utat. Egyszerűen nem tudnak volna mit csinálni, ugye Amerikában egy picit más a policy az útépítésben, mint nálunk. Ezt ugye a futóművek is nagyon jól tudják, hogy ők valószínűleg jó úton fognak menni, úgyhogy nincsenek arra felkészülve sem lelkileg, sem testileg, hogy a magyar utakat elviseljék. Viszont ha 17-es kereked van, akkor megkapod ezt a jó nagy ballonos gumit rá, ami még annak a lehetőségét is nagyon lecsökkenti, hogy 2 percenként stabpálcát kéne cserélje, úgyhogy egy picit kényelmesebb ezzel az autó, egy picit használhatóbb, egy picit komfortosabb. A felfüggesztése szintén teljesen gyári magasságú, nincsen hátsó ablak sötétítőnk, cserébe gyönyörű szép az oldala, minden műanyag világít rajta, mintha csak új lenne. Az ilyet nagyon szeretjük, amikor nincs össze-vissza mattulva minden egyes fekete műanyag a Mustangon, hanem ilyen szép, kiegyensúlyozottan, egészségesen, ragyogó színben pompázik. A 2010-es hátuljának sincs oka szégyenkezni, ugyanis igazából, ha nagyon jól megnézzük, annyi különbözteti meg a 14-es és a 10-esnek a hátulját, hogy más a lámpája. Állját képzeljétek el azt a másik ugyanilyen lámpát kis szegélyezett szegmensekkel. Itt egy hátsó koptatót, amin lecsukjuk, és azon kívül teljesen ugyanaz, szinte Ctrl-C, Ctrl-V, amiért mi nem haragszunk, mert ez is rohadtul jól néz ki, meg az is rohadtul jól néz ki. Van egy hátsó szárnyunk, harmadik fényklámpánk, SYNC antennánk, Microsoft SYNC antennánk, amik természetesen Európában nem működik, csak Amerikában, és van egy B-típusú rendszámnak helyünk, ami a kockarendszám, és ez az autó is kockarendszámot fog kapni, mikor magyar papíros lesz. És ami még nagyon fontos, és amit nagyon szeretnék kiemelni, egy Carven kipufogó rendszer figyel az autó alatt, ami olyan szépen elmondja az autó összes gondolatát, mindenki legnagyobb örömére, hogy nem győzünk belebetelni. Én beindítom és meg is mutatom. Oké, beindítjuk? Indítjuk. Hello, szia, üdvözöllek motor! Mi a Mr. Mustangtól vagyunk, és szeretnénk tőled kérdezni egy pár dolgot. Oké, rendben. Tényleg nagyon megbízható vagy is tönkretehetetlen? A mende mondja, igaz? Nem véletlenül mondják ezt rólam. És mi a titkod? Miért vagy ilyen jó? Azért vagyok ilyen jó, mert lökett térfogatból megyek,
és csak akkor használom a fordulatos előnyemet, hogyha muszáj. Tehát összességében nyomatékból megyek. Értjük, de sok autó megy nyomatékból, és mégis elromlik. Neked mégis mi pontosan a titkod? Az, hogy nincsen meg az a kombináció, hogy vas és alumínium hengerfej, hanem egységes anyagokból vagyok összerakva, és a láncom is háromszor olyan vastag, mint a magyar országon futó prémium márkáknak. Tehát nem kell benned láncot cserélni 150 ezerenként, mint bizonyos prémium német márkáknál? Nem. Soha nem kell bennem láncot cserélni. Hát ez volt a motor rövid interjúra, de én is csak ugyanezt tudom elmondani, nem láttunk még ilyen motort szétszedve, mert nem kell. Ennek a vezérlése, tehát a lánc tényleg motor élettartam, tényleg nagyon szereti, ha forgatják, de amúgy, ha nem, akkor pedig nyomatékból közlekedik, 140-nél 2000-et forog, elkér 9,5-10 liter, sose fog elromlani, sose lesz semmi baj vele, egy a fontos, legyen benne elegendő víz, legyen benne elegendő mennyiségű és minőségű viszkozitású olaj, és kimegy a világból, és visszajön. Csak ajánlani tudom, ezt az autót is természetesen leszervizelve adjuk át, egy év garanciával, amely vonatkozik fődarabokra, tehát motorváltó, hajtás, diffi, és sose lesz vele semmi gond, csak benzin kell beletenni, meg első féket kell benne cserélgetni, nagyon néha egy tappálcát. Csukjuk le, és köszönjük meg neki, hogy ma is ilyen megbízható volt. Köszi. A sékerhifi néha engem is rabul ejt, ugyanis nincsen benne gyári csomagtartóban égtelenkedő mélynyomó, van 2 darab 20-as hangszóró az ajtónkba, hátul még 2 segédhangszóró, és olyan zene van benne, mint hogyha több százezeret fizetett volna valaki valamilyen multimédiás beszerelő műhelybe, hogy végre tudja élvezni az autóban a zenét. Ezt egy Mustangnál nem kell megtenni, itt gyárilag Haponi felszereltségről beszélünk, olyan zene van benne, hogy bármikor beülsz, nagyon fog tetszeni, én most beültem, hogy beszéljek a belsejéről, és az autóban hagyott CD elvarázsolt, úgyhogy most kezdem a belsejét. Póni felszereltségünk van, ugye a póni felszereltségen belül lehet változtatgatni a műszerfal világítását, a küszöb világítását, a lábnál lévő hangulatvilágítást, a pohártartó világítását, belépő fényeket, a mutatók körüli karimákat, tehát mindent is lehet változtatni, ugye benne van a Microsoft Sync nevezetű hifi rendszer, ami Magyarországon nem működik, de cserébe nagyon jó hangja van Magyarországon is, viszont itt CD-t kell betegyél ahhoz, hogy ezt hallgass, vagy telefonodról kell Bluetooth-on átstreamelni a zenét a fejedségre, és vidámon hallgathatod a kedvenc nótádat. Multikormányunk van, amiről lehet irányítani ugye a hangerőt, a hangvezérléses rádiót, tempomatot lehet vele kapcsolni, ugye mindegyik Mustang gyárilag tempomatos, és van egy nagyon jó, megbízható, igazi USA gyártmányú automata váltónk, ami soha nem megy tönkre, hadsebességes, elég 100 000-enként lecserélni benne az olajat, és kimegy a világból és vissza is jön. A belsőről még ugye annyit érdemes megemlíteni, hogy vajszínű bőrbelsőnk van, ez is egy szellőztetett bőrbelső, vajszínű ajtókárpitokkal, az ajtófogantyúk és az ajtóbetétek feketék, a műszer falunk és a középkonzolunk is feketés szürke, és ennek a két színnek a tökéletes harmóniája adja meg ezt a vidám, világos belsőt, amit az autó akkor is követ, mikor kiszállunk, úgyis egy nagyon jó színű, világos autóról beszélgetünk, nagyon szupi, nagyon szeretjük az ilyen autókat, nem komor, vidám, és semmilyen külső egyéb tuning nincs rajta. Általában az ilyen autókat azok szokták szeretni, akik szeretnének mustangozni, de mégis egy picit visszafogottabban szeretnék ezt megtenni. Ezért az autóért 5,5 millió forintot kell kifizetni, plusz vagyonszerzési illeték. Ezért cserélve kapsz egy olyan autót, ami fantasztikusan jó állapotban van, lekövethető múltja van, valós kilométeres, sose volt ázott, sose volt semmi olyan problémája, amit nem szeretünk egy Mustangnál, és természetesen egy év fődarab garanciával adjuk át az autót. Ez a garancia egy évig érvényes. Ez alatt az egy év alatt viszont a mi szervizünkbe kell szervizelni az autót. Nincs más dolgotok, mint benzint tenni az autóba, és élvezni a Mustangolást. Sziasztok!